Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin nézőit! Szeptember 15-én és 16-án, immár 5. alkalommal rendezik meg a Magyar Népdal Napját Martonvásáron. Erről lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk. A stúdióban köszöntöm az ötletgazdákat és a szervezőket, Juhász Zsófiát és Kunos Tamást. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. No, hát ez egy nagyon-nagyon színes és hangos rendezvény lesz, egy nagyon-nagyon szép fesztivál, ebben a régióban egy egyedi fesztiválról beszélünk. Honnan is indult, honnan született meg az ötlet? Hiánypótló történet ez a fesztiválok sorában, de hát egy zenésszel sok minden történik, különösen, hogy több mint 3 évtizede járjuk a koncertszínpadokat, és ebben rengeteg kilométer is benne van, rengeteg jó beszélgetés a mikrobuszban, és nem történt ez másképp Presser Gáborral sem, amikor egy éjszakai hazaúton így finoman megjelezte, hogy beszélgessünk a könnyükével, és mondta, hogy Tamás, te ismered a szervezés csinyát, binyát, mert én foglalkozom zenekarok koncertszervezésével és a zenélés mellett, és hogy ismered a színpadi létnek az összes trükkjét is most már. Mi lenne, hogyha a Magyar Népdal napját megálmodnád, a Magyar Dal napjának egy tematikus rendezvényét? És hát én hirtelen válaszolni se tudtam erre a kérdésre, mert ez egy olyan szép és nívós feladatnak tűnt már ott éjszaka, amire kértem azért néhány nap gondolkodási időt, hogy hol, mikor, kivel és hogy miből. Ezek mind így átfutottak rajtam. És aztán szép lassan ez a gondolat, amit Pici bácsi, Presser Gábor elültetett azon a bizonyos úton, az termővé vált, és kialakult az, hogy Fejér megyébe, Martonvásáron, ahol én éltem 16 éven keresztül, és jó emberekkel ismerkedtem meg, illetve az önkormányzat nagyon befogadó volt erre a rendezvényre, és pont egybevágott az 5 évvel ezelőtti főtér átadással, egy új kultúrközpont megnyitással. Tehát egy olyan milliót tudtunk a rendezvény mellé tenni infrastruktúrában, közvetlen a Brunswick Park szomszédságában, amire azt gondoltam, hogy nem csak a népdaloknak van helye, hanem olyan közegbe tudjuk megszólítani szabad téren az embereket, ahova szívesen jönnek, és ha már ott vannak, akkor jól érezhetik magukat. Tehát ez egy tematikus fesztivál lett. Egyébként a beszélgetéshez képest mondjuk mennyi idő telt el a megvalósításig? Mekkora dolog egy ilyent első alkalommal összehozni? Hát itt ebben már Zsuzsi is, szóval a Zsuzsi az én másik szervezőtársam. Zsófi is tud nyilatkozni, mert az egyik legkedvesebb programpontot szervezzük már jó néhány éve együtt. Ez pedig a gyerekkórus, népdalkórus megszervezése és színpadra állítása, ami mindig egy egyedi és különleges alkalom, és erre mi bizony 9 hónapot készülünk, csak erre az egy programpontra, de körülbelül a fesztivál is ennyi idő alatt szokott úgy talpra állni. Tehát januártól szeptemberig, a rendezvény megvalósulásáig gondozzuk, mint egy gyermek világra jöttét. És akkor hogyan kapcsolódott be az egész rendezvény megszervezésében? Azt kulcogok magamban, hogy milyen jó lenne, hogyha amikor a Presser Gábor azt mondta neked, hogy szervez egyet, akkor eszedbe jutottam volna, de ugye ez 2 év telt el azóta, mert ti ugye 5 éve szervezitek a Magyar Népdal Napját, és én köszönöm a FEFCOM-ban, hogy szervezőtársként említettél, de mi abszolút csak egy ilyen kis segédek vagyunk ehhez a nagy rendezvényhez. Tehát ott 3 évvel ezelőtt keresett meg a Tamás, mert ha jól emlékszem, akkor a Hartyányi Marika néni által kitalált adventi kórust láttad itt Székesfehérváron, és ugye annak kapcsán kérdeztél, hogy van-e, látok-e arra lehetőséget, hogy egy ilyet népdal énekesekkel
összeszervezünk, és hát tulajdonképpen, mint a Fejér megyei Művelődési Központ vagyunk bent itt társszervezőként, és a KFT-vel, mint ilyen kis operatív magocska. De a Művelődési Központ ugye tényleg azt gondolom, 1960 óta, tehát én ahogy végignéztem a dokumentumtárunkat, hogy 60 óta van olyan szervező tevékenység ennek az intézménynek, hogy a megyében működő kis népzenei műhelyeket, ugye elsősorban anno, amikor elindult az egész, főleg ugye énekeseket összegyűjtötte, és ugye egy népdaléneklési versenyt szervezett a megyében. És ezért ugye mi nekünk is van mihez nyúlnunk, hiszen ezen a versenyen 600-700 diák szerepel, és onnan nagyon könnyű válogatni, tehát nyilván azokat a produkciókat tudjuk kiszemezgetni mi is, akik tényleg remekül teljesítenek, de ennek a népdalnapjának pontosan az a lényege, hogy nem csak a kiválóakat, hanem ugye elsősorban a nagy létszámú énekegyütteseket segítjük, hogy eljussanak erre a rendezvényre, és ugye itt jön a szerepünk, hogy azért ezt az 500 főt a megyéből össze kell halászni. És ennek a koordinációja azért. Tehát a 9 hónap az ugye neked arról szól, hogy ugye a színpadot és ezt a két napot betörtsétek, nekünk pedig az, hogy és nagyon nehéz, mert ugye van egy nagy nyári szünet, tehát ha elkezdjük ezt január-februárban, akkor ugye van egy nagy kiesés, hiszen mindenki pihen, és mégis meg kell tanulni ezeket a dalcsokrokat, amiket ott előadnak. Ami még nagyon vonzó ebbe, és ez igazából tavaly valósult meg először, hiszen Tamás a Csíkzenekart is képviseli a rendezvényen, hogy azért az, hogy ez az 500 gyerek a Csíkzenekarral élőben szerepelhetett, ez is egy unikális dolog, én azt gondolom, az országosan. És hát aki segítkezik még ebben, és tényleg számomra is ez az egyik legkedvesebb programpontja, a Zsuzsi mellett a Navratil Andrea, aki hát az egyik legkedvesebb népdalénekes hang számomra, és az idei évben Lajta László évfordulójára egy gyönyörű széki erdélyi népdalcsokrot kaptak a gyerekek ajándékba, már tavasszal, tehát ők már valóban úgy mentek a nyári szünetre, hogy ezt elvileg megtanulták, érlelik, és ez szeptemberben egy összpróba lesz reggel, és délelőtt tulajdonképpen egy premier bemutatóra hívjuk és várjuk. Egyszerű és megismételhetetlen. Ez minden évben abszolút, és azokat a mosolygó arcokat, azokat az energiákat, azokat a népdalnak az erejét igazán megmutatják ezek a gyerekek, ahogy az lejön a színpadról, így végig söpör. Tehát az katartikus élmény szokott lenni. És hát ehhez kapcsolódóan, ami talán üzenete is a fesztiválnak, hogy a mai rohanó 21. századunkban, amikor minden olyan gyorsan változó, és már minden elektronikus, próbáljuk meg egy picit ezen a hétvégén úgy bevonzani az embereket, hogy csodálkozzanak el egyáltalán az emberi hang szépségén. Alakuljanak ki párbeszédek. Tehát ez nem csak egy fesztivál, hanem ez egy élő közösségi tér ebben a 2-3 napban, ahol jó lenni és jó töltekezni. És ezért is várjuk a családokat, mert a Családbarát Fesztivál, rengeteg kismamánk volt már a tavalyi évben is, mert elférünk, tehát van tér, van rengeteg zöld, van nem hangos fesztivál, nem szól egyik színpad a másikra, tehát ebben igenis különbözünk a többi, úgymond mainstream fesztiváltól, nem is akarunk azzá válni, se nem leszünk kis gömböcök, hanem mindig a minőséget és azt a fajta kulturális örökségünket hívjuk elő, amiből hát hála Istennek, hogy nagyon sokáig lehet táplálkozni, hiszen a népdalok száma, a felgyűjtött népdalok száma az elmúlt 150 évre visszamenőleg az közel 250 ezer. És azt gondolom, hogy ez olyan szám, ami a világon egyedülálló. Jó, hogy említette az előbb a mainstream fesztiválokat, hiszen tényleg azt lehet látni, hogy úton útfélen fesztiválba ütközik az ember, de ilyen jellegű az azért tényleg unikális ebben a régióban is, meg szerintem országosan is, hogyha lehet így fogalmazni. Mekkora érdeklődésre szokott egyébként szert tenni, és kik azok, akik leginkább érdeklődnek, vagy bárki? Én azt mondom, hogy Zsófi válaszoljon erről, mert én elfogult lennék, ha én mondanám a számokat. Te voltál tavaly? Mit nem, én meglepődtem. Tehát nyilván itt a fehérvári szervezőként, amikor nálunk 5-6 ezer ember
mozdul meg egy ilyen fél nap alatt, mondjuk egy királyi napokon, akkor ugye nehéz azt képzelni, és furi ezt mondani, hogy Martonvásáron is rengeteg ember. Én azt látom egyébként, hogy nagyon sokan mennek ki Fehérvárról is, meg hát ugye nyilván azért ez egy jó ötlet azzal, hogy ugye a csoportok ugye eljönnek a különböző településekről, mert nyilván a szülők elkísérik őket, tehát ez lehetőségük van. Egyébként tényleg Tamáshoz csatlakozva, hogy nagyon kellemes ez a hely, tehát hogy nincs is messze Martonvásár, sőt tudok segíteni, hogy nagy rendezvényünk nem is nagyon lesz ezen a hétvégén, lesz 15-én egy, de ettől függetlenül vasárnap mindenki kiutazhat Martonvásárra. Tehát eljönnek nyilván azok a hozzátartozók, akiknek a gyermekei részt vesznek, de láttam rengeteg budapesti családot, és egyébként a martonvásáriak, tehát egy ilyen olyan szép szám, és egy nagyon szép, kellemes közönség, akik ott töltik ezt a napot, és mikor elkezdtük a próbát tavaly, ugye ez egy elég korai időpont volt, és olyan reménytelennek tűnt, még így szinte egy a hajnal pír, meg a harmat volt a lábunkon, és hogy majd ebből mi lesz, de tele volt a nézőtér, tehát pillanatok alatt megtelt a nézőtér, és igazság szerint így alig akarták elengedni a gyerekkórus, tehát annyira jó volt a hangulat, tehát tényleg két nagyon jó csokorról beszélünk, amit egyébként senki nem tilt meg az iskoláknak, hogy a következő fél évben ezeket felhasználják. Tehát ahogy mondta, hogy Tamás, ajándékba kapják, tehát amikor egy pedagógus nekiáll, hogy egy népdaléneklési versenyre felkészítse a csoportot, ugye nehéz, mert ugye meg kell találnunk azt a stílust, ami annak a két gyereknek, vagy háromnak, vagy tíznek illik, és ilyenkor, hogyha készen kap valaki egy népdalcsokrot, és ráadásul már felvételről is meg tudja nézni, tehát ez sokkal könnyebb neki is, akár egy iskolai műsoron ezt bemutatni, meg hát egyébként a gyerekeknek egy óriási élmény, amiből egész évben tudnak táplálkozni. Így van, hát azt formálni kell, meg érlelni. Szóval 12 Fejér megyei településről, és már nem csak Fejér megyei, Pest megyei települések is becsatlakoztak, és szeptember 15-én szombat délelőtt szinte ez lesz a felütése a Magyar Népdal napjának. És hát hívjuk én mindig úgy szoktam mondani, hogy az agglomeráció, mint kis település, ugye Martonvásár, így Budapest és Fehérvár között hívja táncba a nagy érdeműt, a drága közönséget, hogy jöjjenek el és merítkezzenek meg ebbe a hangulatba. Talán az összes programot nem is sorolnám föl, hiszen a fesztivál címe adja azt a weblap elérhetőséget is, ahol minden programot megtalál a kedves érdeklődő, illetve Facebook oldalunkon is fent vannak különböző érdekes kis cikkek. Talán amiben különbözik az idei év, az ötödik, hogy egy kicsit bele kóstolunk a szomszédolásba, ezt muszáj elmondanom. Ez mit jelent? A Közép-Európában a V4-eket idén vendégül látjuk, és hát egy kisvárosba eljön egy világhírű csehmorva hegedű művésznő, Iva Bitová a zenekarával, akit hát nagy várakozás kísér, illetve találtam egy olyan szlovák zenekart, akik hát hasonló minőségben és virtuózitással muzsikálnak, mint Pál István szalonnáik. Talán nem is kell többet mondanom Istvánikról. Mihály Noga és zenekara lesz a vendégünk, illetve hát az előbb említett Pál István szalonnáik a Magyar Állami Népi Együttessel a Megidézett Kárpátok című előadást, ahol lengyel, gorál és szlovák táncokon át egészen a Kárpát-medence magyarságáig bezárólag egy nagyon sokszínű, pörgő, lendületes előadással zárják majd a fesztivált. Ugye ez a vasárnapi napunk újdonsága, hogy külföldi előadóink is vannak a V4-ekből. Így akár a kulturális kapcsolatokon keresztül már egy olyan fajta, tehát a kultúrhídon túl már akár lehet majd egy későbbiekben akár egy közös oda-vissza meghívásról beszélni, azt gondolom. Tehát elindult egy folyamat.
De ugye beszéltünk arról, illetve említette, hogy ez egy családbarát rendezvény, egy kétnapos olyan fesztivál, ahol a gyerekek is megtalálják a maguknak valót, a felnőttek is, idősebbek is. Mi minden más lesz egyébként, még milyen kísérő programok lesznek? Azt láttam, hogy a gyerekek legnagyobb örömére a Kolompos Együttes is részt vesz, tehát ez biztos, hogy nagyon sokakat oda fog vonzani, de hát még számos más elem van. A gyerekeknek tavaly nagy élményszámba, a gyerekeknél nagy élményszámba ment az állatsimogató, azt nem hagyjuk el idén sem, illetve hát népi játszóteret alakítunk ki a Hungarikum udvarunk szomszédságában, és azt gondolom, hogy a kézműves foglalkozásokon át, a fa körhintán keresztül megtalálják a gyerekek azokat az élményeket, amik a kiskorosztálynak és a tínédzser korosztálynak is a befogadására alkalmas. És hát a Hungarikum udvarban pedig kiállítók lesznek, illetve nem csak kiállítók, hanem hívtunk már úgymond a karcagiak birkapörköltet főzni hazajárnak hozzánk, illetve lesznek a bajai halászlések, lesz a kalocsai paprika, ezekből mind meg is lehet, tehát kóstolót is lehet kapni. Szívesen viszünk neked a fehérvári lacsóba. ha még marad belőle. Jó, előtte lesz bőven. Hát attól függ, mekkora kondéra készül. De ha jól tudom, mert gasztronómiai eleme is van a rendezvénynek, meg hát láttam egy olyat, hogy kolbászpárbaj. Kolbászpárban az szintén a vasárnapi napnak egy újítása, és ezt valóban elfelejtettem, hiszen most találkoztam Szöke András barátommal, és a Badár Sanyival közösen beszélnek. Hát én azt kértem tőlük, hogy a négy ország kolbászkészítési szokásairól hozzanak nekem néhány jó gondolatot, illetve hát a nagy érdeműnek. Ezt a saját előadásmódjukban tegyék természetesen, és lesz mellette kolbásztöltés, Badár és Szőke András módra. Én azt gondolom, hogy délben nem feltétlen enni lesz érdemes Martonvásáron, hanem a színpadra kell koncentrálni, mert ez egy különleges pillanat lesz. Tehát akkor itt szeptember 15-én és 16-án mindenki megtalálja a magának valót. De beszéljünk egy picit a folytatásról, hogy maradjunk egy picit Fehérváron is. Ugye népdaléneklési versenyt is most már nagyon régóta rendeznek a városban, hogy egy picit ne maradjunk népdal nélkül így évközben. Hogy állnak ennek most az előkészületei? Hát most kollégáim most készítik a felhívást, és ahogy minden évben novemberben közé tesszük a felhívást, illetve már októberben, és ugye december-januárban lesz a verseny, és a döntő várhatóan februárban, tehát tulajdonképpen Tamás a februári döntőre szokott kijárni, csemegézni, és ő is ott meghallgatja a résztvevőket. És hát egyébként ez a 100 gyerek, a közel 100 gyerek, aki kiutazik 15-én a népdalnapjára, ők nagy valószínűséggel már ugye nevezőink lesznek, tehát a folytatást illetően mindenkit, aki egyébként vagy népdaléneklésre foglalkozik, vagy muzsikával, természetesen várjuk a népdaléneklési versenyre. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát két nagyon szép napot kívánok, hogy újra köszönjük. Összejöjjön az 5., és hát nyilván majd egy jó folytatást is kívánok Önöknek. És hát a kedves nézőink pedig most kaphatnak egy kis ízelítőt abból, hogy hogyan is hangoznak a népdalok gyerekszájból. Szeretőmes voltál, kerítőmes voltál, verje meg az Isten, ha igaz nem voltál. Verje meg az Isten, veretlen, ne hagyjon 9 esztendeig, mind a hideg rázzon. Ne csak egyszer, másszor, vagy egy hétbe kétszer, vagy minden órába, bár csak 12-szer. Ne csak egyszer, másszor, vagy egy hétbe kétszer, vagy minden órába, bár csak 12-szer. Piros, piros szeg fű, bongos marolyán,
Hús Maró Janna. Életének párja, vajon kik a szája? Gergely bíró vágja, csapja kalandjára. Csapja kalandjára, vesz föl a bogjára. Ilónának kötője, kapufára kikötte, az Gergely bíró bévette, meg is aranypiliszte. Jól tette, hogy bévette, meg is aranypiliszte. Járjad lábam, járjad most, nem parancsol senki most, az én lábam kijárja, reja termett a táncra. Szemem hunyorgatása, kezem csattogtatásra, szemem hunyorgatásra, kezem csattogtatásra. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!